Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igény. Egy pici csöndben egyénileg elmélködjünk a hallott igékről. Mindenki maga kérdezze Jézust, hogy neki mit akar mondani azokból a szavakból, amiket most felolvastunk. Drága testvéreim, a Biblia egyik legegyszerűbb, legrövidebb szavát hoztam nektek ajándékba most. Új. Elhangzott ez most, ez a szó. Többször is a mai olvasmányok között találkozhatunk ezzel a szóval, hogy új. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Pici ez a szó, hogy új. Nézzük maga egy kicsit, járjuk körbe. Milyen összefüggésekben szerepel a Bibliában. Hiszen a mai napot volt idő, amikor úgy nevezték, hogy új kenyér ünnepe, nem pedig úgy, hogy államalapító Szent István király ünnepe. Az, hogy új kenyér, ez egy új elnevezés volt, egy régi helyett. A Jelenések könyvében, a Biblia utolsó oldalain azt olvashatjuk, hogy a trónon ülő így szólt, íme megújítok mindent. Isten új országa. Ez a Jelenések könyvének a 21. fejezetének a témája.
új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. Láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, Istentől leszállni az égből, mint a férjének felékesített menyasszonyt. Tehát van új Jeruzsálem, van új ég, új föld, a Bibliában van új szív, új ember és új szövetség. Hát az új, ez nem olyan, mint a régi. Jelen pillanatban én vagyok itt a faluban az új, a friss hús, új lelki pásztor. Aztán, ahogy telik múlik az idő, akkor majd szép lassan régi leszek. Aztán majd lehet, hogy jön megint egy új lelki pásztor. Az új legelső egyszerű értelmében azt jelenti, hogy más, mint a régi. Nem olyan. Van új bor a Bibliában. Az új bor másképp működik, mint a régi bor. Az új bor erjed, az új bor új tömlőbe való. Mert ahogy erjed, tágulnia kell a tömlőnek. Ha az új bort régi tömlőbe rakjuk, régibe, ami szikkadt, száraz, kemény, akkor ahogy tágul, erjed az új bor, szétveti a régi tömlőt. Jézus új tanítást hozott. A régi egyben azt is jelenti, hogy a halál felé tart. Ami régi, az nem biztos, hogy rossz. Nagy hiba, hogyha az ember azt mondja mindenre, ami régi, hogy az rossz. Meg kell vizsgálni, hogy a régit hogy lehet megújítani. Isten azt mondja, hogy a trónon ülő, az az Isten a jelenések könyvében, hogy íme megújítok mindent. Aki látta a Mel Gibson rendezésében készült Passió című filmet, ott van egy jelenet, amikor Jézus Krisztus viszi a keresztjét, az anyja Mária oda rohan hozzá, hogy átölelje, vigasztalja, erősítse, segítse, és akkor Jézus Krisztus azt mondja az anyjának, hogy nézd, anyám, mindent újjáteszek. Ez a film rendezőnek, vagy a forgatókönyvírónak, vagy valamelyik film alkotónak lehetett az ötlete, mert az evangéliumban, amikor Jézus szenvedését bemutatják az evangélisták, akkor ott Jézus ilyet nem mondott, ezt a trónon ülő mondja, a megdicsőült király, aki már föltámadt a halálból, ő mondja azt, hogy mindent újjá teremtek, új teremtés. De nagyon okos végül is ez a gondolat, hogy a köröstre feszítés felé haladó Jézus szájába adta a film alkotója ezt a mondatot, mintha mondaná Máriának, az anyukájának, hogy nézd, anyám, mindent újjá teremte. Hát én is mondhatnám ezt most anyámnak, hogyha eljönne látogatóba az Alföldről ide hozzám a plébániára, hogy nézd, anyám, átrendezem a plébániát, ahol laknom kell most. Nézd, új nevet adok a szobának. Az a szoba, ami eddig vendégszoba volt, az új nevet kap. Ott fogok aludni, az lesz a hálószoba. Az a szoba, ami eddig ebédlő volt, új nevet kap, az lesz az imaterem. Nem változik minden, de van, ami változik. A változás szellemét nem lehet megállítani. Persze attól még, hogy valami változás, nem biztos, hogy jó. Mint ahogy attól, ahogy az előbb mondtam, attól még, hogy valami régi, nem biztos, hogy rossz. Az új nem feltétlenül jó, a régi nem feltétlenül rossz. Vigyázni kell a régivel és az újjal. Azt mondja Jézus, hogy a bölcs családapa kincseiből régit és újat vesz elő. Mint ahogy egy ügyes sakkozó tud előhúzni régi trükköket, meg új trükköket. Egy jó
építész alkalmaz régi megoldásokat is egy ház építésénél, de alkalmaz újat is. És aki az régit és az újat bölcsen, megfelelően alkalmazza, az jó hatást ér el. Mi volt Jézus Krisztusnak az egyedülálló, páratlan újdonsága? Mi volt az, ami fölülmúlta az Ószövetséget? A magváltás. Hogy ő a magváltó. Hogy az Isten magtestesült. Addig az Isten láthatatlan volt. És a láthatatlan Isten magtestesült a látható világban. És Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus azt mondja, senki se juthat az Atyához, csak általam. Azt mondja Jézus Krisztus hogy önmagáról, hogy ő nagyobb, mint a jeruzsálemi templom. Azt mondta, hogy itt kőkövön nem marad. Tehát Jézus Krisztus mindent az alapjáig magújít. Mi volt erre az emberek reakciója? Hát vegyes, sokféle reakció volt Jézus Krisztus üzenetére. Voltak, akik lelkesedtek érte, otthagyták családjukat, földjüket, munkájukat, szórakozásukat, és elkezdték követni Jézust. Őket nevezte úgy Jézus, hogy apostolok, tanítványok. Voltak, akik kicsit távolabbról követték, félig meddig, voltak, akik pedig csak hallottak róla. Jézus Krisztus, ő maga, az ő szíve, a magújulás forrása. Azt mondja az Isten szava, hogy újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Magújulni lehet jól és lehet rosszul. Az a fajta rossz magújulás az valami olyasmi, amiben mindent tagadunk a régiből. Mi az, amit nem szabad tagadni a régiből? Hát a tényt, hogy követtem el bűnöket. A tényt, hogy volt, hogy hibáztam. Miért kéne letagadni? A Biblia nem tagadja le azt, hogy Péter apostol háromszor is elárulta Jézust. A Biblia nem tagadja le azt, hogy a Jézus körül lévő emberek félelmükben elszaladtak, amikor jöttek a katonák, hogy elfogják Jézust. A Biblia nem tagadja le azt, hogy például az Ószövetség egyik legnagyobb alakja, Dávid király, rengeteg bűnt is elkövetett, amellett, hogy Isten kiválasztottja volt. Tehát a múltból nem szabad letagadni a bűnöket. Mert ha letagadjuk a múltunknak a bűneit, akkor arra ítéltetünk, hogy újra elkövessük. Ez nagyon érdekes, ez a lelki dinamika. Aki letagadja, nem ismeri be, nem érti meg a bűneit és a hibáit, az arra ítéli önmagát, hogy újra elkövesse, még egyszer megismételje. Egyszerű példát lehet erre mondani, nem kell messzire menni, aki szenvedély rabságában él. Játékfüggő, alkoholfüggő, szexfüggő, sorozatfüggő, valami olyan dolognak a függésében él, ami őt tönkreteszi. És ő már nem ura ennek a függőségnek. Nyilván mindannyian függünk ezer dologtól, függök attól, hogy levegőt kell vennem, de hát ebben nem halok bele, hogy függök a levegővételtől, hanem ezért élök. Egy házastárs, az függ a házastársától, de ez jó, hogy függ a házastársától. A gyerek függ az apjától, ez jó, hogy függ az apjától. Függünk a vezetőinktől, hogy milyen döntést hoznak egy falu életében, egy ország életében. Ez jó. Van olyan függés, amire szükség van.
Függök attól, hogy fogyasztak ételt, italt, hogy aludjak. Én nem vagyok teljesen független. Az is egy hazugság, amikor valaki azt mondja, hogy ő teljesen független. Apám azt mondta gyerekkoromban, hogy aki fizet, az parancsol. Nem tudom, ezt honnan idézte, lehet, hogy ez valami régi kommunista szlogán volt, tök mindegy ebből a szempontból, de akkor nézzük meg ennek a mondatnak a végső igazságát, aki fizet, az parancsol, Jézus Krisztus a vérével fizetett, értünk. Ezek szerint ő parancsol. A legnagyobb újdonság tehát, amit Jézus Krisztus hozott, az, hogy megtestesült. Ő is volt ilyen pici, aranyos kisgyermek, mint ez a drága kislány. Jézus Krisztus, mint aranyos kisfiú, ilyen idős korában ott sétált a szülei és más emberek között. Milyen érdekes, hogy 30 éves koráig nem láttak rajta semmi különlegeset, és amikor elkezdte tanítani az Isten országát, Isten új gondolatait, akkor sokan azt mondták, hogy ki ez? Hát múlt héten még az asztalunkat rakta össze, múlt héten még a házunk tetején a gerendát rakta a helyére, Ács, az Ács Józsefnek a fia. Most meg már valami új gondolatról beszél? Arról, hogy ő maga nagyobb, mint a templom? Jézus Krisztus irányában nagyon sokféle reakció volt. Volt, aki azt mondta, hogy megőrült, megháborodott. Mi itt vagyunk, és imádjuk Jézus Krisztust, igaz? Ezért vagyunk itt, igaz? Volt, aki pedig azt mondta Jézus Krisztusra, hogy ő egy őrült, megháborodott. Aki Isten új országára kezd el figyelni, és annak a mondatait, gondolatait, tetteit kezdi el élni ebben a világban, az összeütközésbe fog kerülni a sátánnal. Mert ebben a mai evangéliumban hallott példázat, hogy rázúdul az ár, a szél, a víz a házra, az nem csak egyszerűen egy természeti erő, hanem a sátán, a gonosz lélek. A fő bajunk forrása az, hogy a sátán kísért minket. Azt mondta Jézus Krisztusnak a sátán, hogy ugorj le a templom toronyból. Azt mondta neki, hogy harapjál bele a kőbe, majd a te szavadra, az nem kő lesz, hanem kenyér. Neked adom a világ minden gazdagságát, te leszel a császár, parancsolhatsz, bárkit halálba küldhetsz, kegyelmezhetsz. Rajtunk is kísérletezik a sátán. Kísérletezik és kísért. Fő bajunk a sátán. És Jézus Krisztus azt mondta a sátánnak, hogy távozz tőlem, sátán. Nem kell nekem a világi hatalom. Milyen sokáig az egyház nagy betegsége és nagy bűne volt, hogy világi hatalommal akarta hirdetni az Isten országát. Hát valaki elolvassa az egyház történelmet, ott olyan fejezetöket fog találni, hogy hú-hú. Hát volt idő, amikor az volt az elképzelés, hogy úgy kell egy népet megtéríteni, hogy először meg kell téríteni a királyt, és a király majd oda tereli a népet a folyóhoz, és megmondja, hogy ha nem karasztalkodtok, majd nem mentek át a folyón, akkor le lesz vágva a fejetek. Aki átmegy és megkarasztalkodik, és erőszakosan behódol ennek a római katolikus egyháznak, az életbe maradhat. De erőszakkal nem lehet a hitet hirdetni. Tulajdonképpen nagyon egyszerű, hogy az örömhírt csak örömmel és szabadon szabad hirdetni. Hát ha igaz az, hogy Jézus Krisztus a szeretet, ha igaz az, hogy az, amit ő hozott, az a legjobb dolog a számunkra, akkor azt nem lehet erőszakkal hirdetni. Nagyon sokszor püspökök, pápák abba a bűnbe estek, hogy erőszakkal hirdették a hitet.
Sajnos azonban olyan is van, hogy valaki önmagát erőlteti rá valamire, amiről nincs belső meggyőződése, amiből kikívánkozik, amiről neki nincs magértése. Ha valakinek nincs belső meggyőződése és magértése arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, annak egy erőlködés részt venni egy szentmisén. Emlékszök rá, talán 10-12 éves lehettem a szülőfalumban, amikor néha egy évben egyszer-kétszer a mise után volt egy rövid szentségimádás. Mostani fejjel 27 évvel később, 37 évesen azt mondom, hogy hát nevetséges, hogy ezt az 5 percet nem bírtam ki, de emlékszek rá, hogy a 10-12 éves korom környékén, akkor tudtam, hogy egy évben egyszer vagy kétszer van olyan, hogy a pap kirakja az oltári szentséget és elmondja a Jézus szíve litániát. Én olyan ideges lettem. Miért nincs már vége ennek a misének? Mi ez, hogy még most, még itt kell maradni? Nem értettem, hogy mi az, hogy a pap kirakja oda az oltári szentséget, letérdel, és elmond egy litániát. Jézus szíve, ilyen, Jézus szíve, olyan, mindig azt kell rá mondani, hogy irgalmaz nekünk. Vége volt, haza lehetett menni. Az is lehet, hogy valaki fölnőttként eljátsza magáról azt, hogy ő nem unatkozik, de valójában unatkozik. Lehet unatkozni az egyházban, a templomban is. Miért? Vagy azért, mert tényleg unalmas a prédikáció, unalmas az éneklés, de azért is unatkozhatsz itt, mert valójában nem találkozol azzal a Jézus Krisztussal, aki itt van. Tudjátok, Jézus Krisztus nem egy lóversenyen győzött, nem sakversenyen, nem foci VB-n győzött, nem polgármester választáson győzött Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a halált győzte le. A halált. Azt győzte le. Föltámasztotta őt az Atya és a Szent Lélek Isten együtt, föltámasztották a halálból. Jézus Krisztus él. És ha belegondoltok, 1000 év magyar történelmét, hogy lehetne röviden 2 szóba összefoglalni? Életben maradtunk. Ebben a 2 szóba össze lehet foglalni ezt az 1000 évet. Életben maradtunk. És ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog, hogy 1000 év alatt ez a nép itt, a Kárpát-medencébe életben maradt. Életben maradtunk. Ezek után, ha már életben maradtunk, akkor tudni kéne élni. Jézus Krisztus az élet mestere. Az élet örömhírét hirdeti. Mindenben, ahol öröm van, ahol tisztaság van, ahol szépség van, ott van Jézus Krisztus. És alapvetően én ezért nem félök, én személyesen, Cseh Péter Mihály, én azért nem félök attól, hogy valamelyik templomban 3-an jönnek el egy misére, mert engem nem az érdekel, hogy 3-an vannak, vagy 23-an, vagy 23 000-en, hanem az, hogy itt van Jézus Krisztus. Most. Ez érdekel engem. Miért siránkozzak azon, hogyha egy misére 3-an jönnek el? Nem az számít, hogy hányan jönnek el. Ha belegondolunk abba, hogy a legkisebb közösség az Atya, a Fiú és a Szentlélek 3 személy. Csak 3-an vannak. Mégis a legerősebb közösség. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a 3 isteni személy, ők együtt az Isten. És nem mondják azt egymásnak, hogy jaj, de kevesen vagyunk, csak 3-an vagyunk. Ó, mi csináljunk 8 milliárd emberrel, mi csak 3-an vagyunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek boldogok, örökké. És képzeljétek el, hogyha mi nem vagyunk boldogok,
és tönkretesszük a saját életünket, ők attól is boldogok maradnak. Nagyon érdekes ez az egyszerű kis igazság, hogy Isten tud boldog lenni akkor is, ha én pokolra jutok. Isten maga a teljes boldogság, a szeretet. Ő nem szívja egymás után a cigit, meg tolja le a viszkit, hogy fáj a fejem az emberiségtől, már megint egy világháborút kezdenek. Nem. A valós, élő Isten szabad, örömteli. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki az ő szavát megcselekszi, annak nem omlik össze az élete. Jézus Krisztus szavát megcselekedni, és nem omlik össze az életünk. Pedig mennyi mindentől összeomolhatna az életünk? Egy betegségtől, egy félelemtől, egy veszteségtől. Drága testvéreim, amikor megtudtam, hogy ide helyeznek Szabad Szentkirályra, akkor nem gondoltam erről semmit. Semmit. Imádkoztam, nem sokkal később elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen gyönyörű neve van ennek a falunak. Ez volt nagyjából így az első gondolatom, hogy Isten három legszebb tulajdonsága benne van. Isten maga szabad, szent és király. Szabad. Szabad arra, hogy jót tegyen, szabad arra, hogy örüljön, szabad arra, hogy adjon magából mindent. A szabadságában benne van a gazdagsága is. A szabadságában benne van az önfeledtsége, a boldogsága. Szent, vagyis mérhetetlenül fölötte van minden elképzelésünknek. Isten sokkal jobb annál, mint amit mi gondolunk róla. Szent. Az angyalok éjjel-nappal azt kiabálják, hogy szent, szent, szent az Úr. És király, vagyis uralkodik és döntéseket hoz. A szavának van következménye. A király parancsol, és a parancsára megtörténik valami fontos dolog. Szabad, szent király. Azt kívánom nektek és magamnak is ezen a gyönyörű ünnepen, hogy állandóan a szabad, szent király nevű Isten, Jézus Krisztus jelenlétében, örömében éljünk. Nyissuk ki a fülünket az ő szavára. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.